Sziasztok! Itt Tudvari, és most a Light Life Roleplay nevű szervezet megmutatni. Hát nem tudom, miért is jött erre a választásom, már régebben voltam ezen a szerven, arra úgy jöttem rá, hogy mikor be akartam lépni, nem, mert kiírta, hogy már regisztrál vagyok, szóval. És kicsit megváltoztattam elmet, és újra regisztráltam, hogy megnézem, milyen így az egész teljesen újonnan. Na szóval, most érkeztél a környékre, egy kis házban távol magad, menj ki, kint vár egy csónak, ha nincs ott csónak, akkor várj maximum 2 perc. Milyen nem ősz kint szeretnél, férfi? Na, ennyi volt. Ennyi. Jó, ennyi. Én vagyok a drogdealer. Én vagyok a drogdealer. Jó van, most már offolhatjuk. Na jó, ez nem volt túl elfés, de nem tudom, hogy kell kikapcsolni. Stop Annie. Ez az. Na, most már tényleg full normálisan viselkedjünk. Szóval várni kell egy csónakra. Kis házban tálom magamat, de nem tudom, hogy kerültem oda. Gondolom valami fűrészes módszerrel. Oda vitt egy ember megkötözött, majd elkábultam. Nézzük a parancsokat. Jó, hogy csónak nincs. Per B, per report. Adminokra, nézzük, kik vannak fent. Celia, Garrett, Johnny, Racket Fingers! Remélem, ez csak valami adminál név, mert ez eléggé vicces lenne, hogy... Nevem Johnny, Racket Fingers. Dr. Johnny Racket Fingers. Patológus. De, tényleg ez a neve. Úristenek, mennyi a pingje! Daniel Bennett, Kimberly Stone, Adam Smith, nem csak a Johnny Racket Fingers, kicsit fura név. Na mindegy, meg ennek sok a pingje. De ő baja. Laggolhat, mint állat. Sörök admin segít ez a név, a Johnny Racket Finger. Áj, te csónak! Csak most egy játékos vagy NPC? Ez egy szerintem egy... Ilyen hajósofőr. De tudja mit, kitalálom Blueberry felé. Ó, remélem el fog vinni, ez nagyon jó. Á, igen, szerintem elvisz. Vagy rángassam ki? Nem lehet, jó, akkor el fog vinni. Pa-pa-ra-pa-ra. De megnézem a statokat. Igen, főnökös munka. Miért mondjuk egy útisztinok nincs főnöke, vagy mi? Csak így dolgoznak random az ember. Jó, értem mire célhozgat, de akkor sem ezt így nevezik, hogy főnökös munka. Szervezet, nem tudom. De van külön szervezet is. Főnökös munka és szervezet. Na mindig. Eltöltött idő 2 perc, 12 másodperc, munka nincs. Pénz, 1000 dollár. Ó, de királyon nyomatjuk, én meg közben nézem a seggét. Ez az. Itt van a izé, Miami Vice. Üldözlek minket! Úristen, az mi a fasz volt? Na, de majdnem fennakadtunk. Kéne egy fegyver, az milyen jól nézni ki. Látszódj már te is. Úristen, nem kérem mozogni. Mindjárt kiesek. Na jó. Megpróbálok nem ilyen... Jól van, várok most így szépen. Nem mozdulok meg, mert kiesek. És kérek már oda Blueberry-be. Nem szeretem annyira azt a várost. Itt kirak? Hát de hát hídnál jobban, mindegy, jól van, rakják ki inkább kiskacsok. Jaj, F7 vissza. Meg is érkeztünk el, hogy menjen beszélésen el pár emberrel a faluból. Na jól van. Ide berakták a izé, Palominóból a... Ajaj, nem, hülye vagyok. Na jó, megyük ezt úgy, hogy meg se történt. Még szépen körbe sétálom. Ez velem villámlik a valóságban. Nézzük, be lehet menni a könyvtárba. Jól van, lehetne mentelrel kell menni.
Játékos gondolom. De futnék, vagy gyorsabban haladhatnék. Tötrön. Ez az OCV-re geci. Ja, gondolom, az a biciklis volt, készen vettem. Kimberly Stone 512-es, jaj. De kedves gyerek. Jönnek, annyi a szkórja, az nem is a ping, most nézem. Miből lehet ennyi szkórt kapni? Na szóval ide lesz itt a checkpoint. És bementem egy házba, vagy mi ez? Alt. Jönöm, itt alt. Csinálunk egy személyt, legyen életkorom. 27. Férfi. Igen, köszönöm szépen. Kiírtak, hogy férfi vagy, nem, hogy permi vagy valami. Átadta a személyétem. Férfi vagy. Köszönöm, szóval nem. Benzinszállító légi. Légipostás, imádok repülni. Jól van, kivel most érkeztem a városba, azt sem tudom, hogy tudok egyáltalán repülőt vezetni. Jogsim sincs, de már tudok légipostás, légiforgalmi repülőgépet vezetni. Na mindegy. Nézzük, hogy lehet megnézni, hogy hol van a munkahely. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Na jó, hát ebben tudtam meg semmit. Hát itt nem. Régi postás. Na jó, lehet meg kell kérdeznem az admin bácsitól. Vagy lopok egy mocit, hát ha lehetséges. Nincs jogosítványom. És akkor légi postához most ugye... honnan szerzek én jogosítványt? Légi postáshoz kell valamilyen... Légi postához... munkához kell valamilyen jogosítvány per engedély. Hát nem látjátok, mit írok, ezért felolvasom. Ups, miért futok? Na szóval, kéne nekem egy oktató központ. Nem kell, az az a király. Nem baj, nekem csak jó, mert nincs kedvem szarakodni az oktatóval. Van térkép per GPS, ami jelzi, hogy hol van a munkahelyem. Igen, Vito Benedetto, hogy közben rám írt egy ismerős. Ő fent van. Igen. Nem tudom, hogy látjátok el ebbe közben, X-Fairon csetöltem. Amikor válaszolnak, na szóval van. Ha nincs beizélve reptér, akkor vagy LS-ben van, vagy legközelebbi LV, ez a kis magánrepterem, mert az esetben csak nem rakják. Szerintem beobjektoltak valahova. Vicc elküldöm. Na jó, per GPS. Per térkép. Nincs térkép, mert valójában van térkép. Térkép boltban. Jó, és hol a bolt? Kis boltban vehetsz. Jól van, menjünk szépen. Ó, nem is fiatal, hogy ó, milyen régen RPG-szer hoztam, lehet nem is, lehet az út közepén mentem, csak nem vettem észre. Ott a bank. Hát nagyon szépen. Egyenleg. $0. Jó van. Oh my god. Edzőterem. Hol van egy... Mi is? Mit is kerestem? A kisboltot. Jó voltam, az kisboltnak tűnik. Én ez a szép kis napernyő, vagy nap nem tudom mi. Léci mondta, hogy kisbolt, nem kocsma. Pizzériába gondolom nem lehet venni. Ájj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 
térkép. 100 dollár egy térkép. Telefonkönyvük 50 az ingyen szokott lenni. Az úgy vicces. Telefon 300 dollár. 6000, 60 ezer forint a telefon, de a térkép az meg 20 ezer forint, jól van. Vettem egy térképet 20 ezer forintért. Fertterkep. És keresjük meg szépen.
Légipostás munka. Aha, jó közel van itt egy repülőtér. Eléggé fura lehet a repülőknek leszállni egy ilyen... Mi a? Bementem véletlen a kocsmába. Minden út a kocsmába vezet. Egy régi római közmondás szerint. Na szóval... Oh my god! Jó, én sem néztem szét, de azért lefékeztet volna. Ja, ez volt az, aki mondta, hogy geci per B-ben. Szerintem. Itt egy motel. Jól be van a objektel, minden szép. Én nem bírok ennyire szépen. Vagy ilyen szépre akarom, az olyan sok időbe telik, hogy meg se éri, hogy nem kincs kell megcsinálni. A helikopter, repülőgépeket jobban szeretem. Helikopter könnyebb irányítani, repülőgépeket jobban szeretem. Na jó van, ott van a checkpoint. Lehet nem is kell bevennem a checkpoint, mert egyből repülhetek. Ó, helikopáter. Na jó, szóval nézem, hogy jól vannak-e beállítva az izék, nem akarok lezuhanni. Vehicle, jó, hogy szóval jól vannak, csak a mouse. Off, off, off. Ja, rendben. Permotor. Hova kell mennem? Jól van. Tüttüttüntün. Ó, mekkora mákó van, KDSC. Rock never gets old. Just a little bit. Dusty. Little bit. Jó, milyen angolsággal beszélek. Várjál, most legyen egy ilyen kis akció izékés. Dun 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 dun. Jó, abba hagyom az udulást. Fú, zavarja ez a kék-fehér. Text draw. Ez az üzemanyag, vagy csípője az izéke? Ó, futott körülmény, ezt mindig is meg akartam csinálni a szervrel, mert csak nem tudtam rájönni, hogy hogy lehetne. Sose volt annyira az előnyöm, előnyöm között ez a sebességszámítás, meg ilyesmi. Mármint szkriptelésben, fizikában, meg ki tudom számolni simán. Szögsebesség, kerületi sebesség, STB, STB. Óha, hasítás. Kanyarodás! Jaj, imádok helikopterre, csak nekem ez már túl könnyű, ezért szeretek jobban repülőgépekkel lenni. Jó, menjünk lentebb. Hú, most töltött be szépen itt minden. És tökéletesen leszálltam. Na szóval, mi történt? Ja, $16 kaptam. Hát ez vicces. Egy ember, aki tud helikoptert vezetni és légipostás, az forronként $16 kap, még egy térkép $100 kerül. Amikor a térképet általában ingyenes is meg lehet szerezni, bárhelyen turista helyen vagy, akkor 1000 forintot elkérnek érte. Na jó, hát annyira azért nem vagyok lenyűgöző szervertől, mint amikor a Paradise RPG-n játszottam, és már is összeolvadt azt a West RPG-vel vagy van hasonló. Amikor először azon játszottam, nagyon jó volt. CRPG az igazából nekem nem is RP szervernek számít, hanem Cups and Reverse-nek. Ott mindenki csinált azt, amit akar. Ha te RP-s, mert többiek leszarják. Ups. Szóval nekem az nem számít RP szervernek. De ezt igazából lehet, hogy sok fejért teszi, vagy ezt ők érték már el maguknak. Ó, $200 kaptam többet. Szóval nekem a Paradise RPG az tényleg az volt, hogy nagyon jó szerver volt, csak nekem épp az, hogy nekem az volt unalmas, hogy túlságosan RP-s volt. Túlságosan RP-sen kellett viselkednem. Irritált, amikor végül lett egy bizniszem, akkor mindenki azt hitt, hogy cheatelek. És utána kicsit már nyugodt a téma, és nem hitték azt. 50-szer kell szólnom az admin nap, hogy valamit csináljon, mert... Vagy az volt, hogy megvettem 50 000-ért a bizniszemet, majd utána a szervezés után elvették, és... Ezt kétszer annyira rakták be, és nem kaptam vissza a pénzemet, mert utána visszakaptam, meg STB, és egy hétig szenvedtem, mire meglett a bizniszem, akkor meg a maffiáshoz adhattak. Amíg az, hogy jó RP, és csak már idegesett. Szerelő létemre, mindenhol megyek, egy óránként leállít a maffia, és vicces az ott volt, csavart kulcs a kezemben, Fermi előveszi, Fermi le akar jutni, meg egy hülyeséget írogáltam, de ők mindig kitaláltak valamit.
hogy például nem tudom, kicsavarja a kezéből, nem megpróbálnak ilyesen, hát csak simán bármi kicsavarja, mert biztos sikerül. Na jó, ez úgy. Miért van ennyi? Ja, az jó, semmi. Na jó. Egy kis Radio X. Keja West. Beszívva menjünk egy kicsit. Ó, király! Titkos zónába kell, ami lépvédelmi fegyverekkel van körülvéve. Be kell szállnom. És nagy lőjenek rám. Hú, elég lassan töltött be nekem. Imádom. Ez az. Na jó van, most is szépen hazarepülök. Na jó van, hát most szerintem leszállok szépen ott a szállópályánál, és hagyom ezt a szervert. Hát próbáltuk ki, akár nem lehet sok mindent bemutatni fél óra alatt, vagy kevesebb alatt. Szóval, hát amit láttam, azt úgy elmondtam. Gondolom jogosítványt, nem tudom, hogy lehet szerezni, mert van egy olyan tohákú, meg kísérte, hogy nincs jogosítványom, de valamiért. De motort nem enged vezetni, mert nincs jogosítványom. Ami eléggé vicces, mert hogy motort, meg kocsit azért a legtöbb ember tud vezetni, mert összesen három dologra kell koncentrálnia. Motornál kormányon lévő sebesség, vagyis na, gáz, aztán kuplunk, váltó, vagy nem tudom, a Simpsonnál például, hát ott a, az a legegyszerűbb. Kocsinál szintén kuplunk, fék, gáz, kormány, ennyi az egész. Szóval én megcsináltam a szervemen, ott úgy van, hogy vezetett simán kocsit, csak ha nincs jogsid, akkor lecsuknak, mint állat. Jelen úgy csináltam, hogy könyvtárba elolvasnod kell, nem várj, hogy is csináltam meg. Tudsz vezetni mindent, csak el kell olvasnod a elég hosszú könyvet arról, hogy kell vezetni, de utána egy jogosítványt is kell szerezni, hogy legálisan tud vezetni. Nem tudom, hogy kocsinál úgy csináltam meg, hogy kb. Ilyen két órán keresztül kellettem volna, hogy kétszer kell elolvasnod óránként a... És elolvasnod az izét, a könyvet, majd egy óra múlva megint, és utána tudod vezetni, vagy egyből tudod, és nem tudom, hogy ahogy csináltam meg. De azt tudom, hogy erősen. Szerintem ugye az annyiból az egész, hogy ahhoz lett az jogsít, kell az a elméleti tudás, amit így könyvekből tudsz megtanulni. Ó, miért ide jövök én, hülye? Na mindegy, ha itt vagyok. És kell a gyakorlat, amit a oktatóval tudsz megközelni. Melyek is szerintem most érkezve leszállok. Csém, kimentem a... Ez az. Na jó, indulás haza. Szereztem plusz 1500 dollárt. Vehetek most meg 15 térképet. Szóval király. Majd jól tettem. Veszek 15 darab térképet 100 dollárért. Szóval 100 dollárért darabját. Odállok a bolt elé és árulom 150 dollárért darabját. Sok retardált megveszi tőlem. És így gazdag leszek. Egyszerű pénzkeresés. Csak sok retardált kell hozzá. No, azt mondom, hogy RP-sen a bolt zárva van, vegyél tőlem térképet, köcsök. Na jó van. Aj, miért arra megyek? Én már megint a hülye checkpointot követem. Na jó, Keja West legyen most. Ó, Vice City-nek annyira imádom a zenéjét. Lájkolj minket, fú, de utána, amikor valaki fonetikusan leírja az angol szavakat. Like, oly, vagy tetszik-e, de az nézd, hogy lájkolj, uááááá. Na jó, mindig lehet, csak engem zavar. Engem sok minden zavar. Nagyon kötekedő ember vagyok. Állítólag. Na jó, nem állítólag, szinte biztos. De ha közösség vagyok, akkor általában semmit sem mondok. Na jó, hát ilyen zavaró dolgoknak a 20%-át mondom el. Szálljál már szépen a H betűbe. Beállunk szépen irányba.
De ezt meg is felkészítem, hogy ez ilyen jól lehet itt. Nem ez teljesen egyenes. Ez az. Így. Tökéletes! Na jó. Most így elköszönök, de előtte... Per dance! Négy! Oh yeah! 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 Na jól van. Hogyha tetszik a seggem, lájkoljatok. Ha tetszik a táncom, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok! Köszönöm, hogy néztetek!